Köszönti most önöket Kárász Boldog Róbert és Balog Boldog Judit, mert hogy a Robi az előző percekben ezt mondta, hogy mi nagyon boldogok vagyunk, így is van, pedig nem vettünk részt boldogságórákon, mert hogy azokat diákoknak tartják. A stressz ugyanis nem csak a felnőtteket, de a gyerekeket is érintheti. Ezen segítene a Boldogságóra program, amelyhez idén már több mint 1000 intézmény csatlakozott. Mutatunk a témában egy rövid összefoglalót, utána pedig Bagdi Bellával, a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnökével beszélgetünk. Pár napja indult el az újabb tanév, ez az időszak pedig nem csak a szülőknek, de a gyerekeknek is stresszesebb lehet. Ennek feloldásában legalábbis a gyermekjogi szakértő szerint a szülőknek is jelentős szerepük van. Ezen dolgoznak a Boldogságóra program képviselői is, akik amellett, hogy csökkentenék a gyermekekre irányuló nyomást, játékos formában járulnának hozzá a fiatalok lelki egészségének fejlődéséhez. A kezdeményezés népszerűségét jól mutatja, hogy az idei tanévben már közel 1400 intézmény vesz részt a programban, 7000 pedagógussal és 100 000 gyerekkel. Bagdi Bella, tehát a vendégünk, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke, ezt is mondjuk el, mert tulajdonképpen Bella a Boldogságóra program megálmodója. Igen. Hát gyakorlatilag 2014-ben indítottam el egy boldogságprogramot felnőtteknek, hogy együtt gyakoroljuk azokat a boldogságfokozó technikákat, amelyeket a pozitív pszichológusok empirikus kutatásokkal is alátámasztanak, hogy nagyon hatékonyak a mi életünkben, és akkor nagyon sok pedagógus csatlakozott ehhez a programhoz, akik kezdeményezték, hogy indítsuk el a diákoknak szóló programot, és hát én vagyok az egyik legnagyobb csodálója ennek a mozgalomnak, ami a pedagógusoknak köszönhető, hiszen már tényleg közel 1400 intézmény nyerte el a Boldog Iskola vagy a Boldog Ovoda címet, és én el is hoztam magammal, mert rengeteg visszajelzést kapunk gyerekektől is, mert ugye én persze nagyon dicsérem a Boldogságórát, mert én közelről látom, hogy milyen fantasztikus hatás van, a pedagógusok is nagyon jókat mondanak róla, de amikor a gyerekek mondják el, tehát hadd olvassak föl belőle. De várjál, még mielőtt felolvasnád, hogy mit gondolnak a gyerekek. Amióta te most itt elkezdtél beszélni, látnak a nézők, hogy folyamatos mosolyt látnak a te arcodon. Amire azt szoktuk mondani, hogy szinte fülig ér a szája. Ez egy ilyen előre felvett mosoly a részedről, kérlek szépen, hogy bizonyítsd, hogy te egy boldog ember vagy amúgy tényleg egy boldog ember vagy, és hogyha az vagy, akkor hogyan tudnád elmagyarázni ezt a nézőinknek, hogy a felnőttek számára, nekünk egy depressziós nemzetnek az, hogy boldog, az mit jelent? Hát először is én nagyon nagy utat jártam be, én a depressziótól, az önbecsülés hiányán, az öngyilkossági kísérleten, igen, tehát én, hát ez az én érintettségem, tehát rengeteg kudarc, rengeteg megküzdés van már mögöttem, tehát nyilván van is egy ilyen mondás, ha még nem változtattál az életeden, azt jelenti, hogy még nem fáj eléggé, és hogy nekem eléggé fájt az élet ahhoz 27 évesen, hogy úgy éreztem, hogy kell, hogy legyen egy másik út, amin keresztül élhetőbbé tudom tenni az életemet. Azt hiszem, hogy az én életem egy nagyon hiteles példa arra, hogy képesek vagyunk változni, képesek vagyunk fejlődni. Nem is ugye tudtuk ezt róla. Carol Dweck, egy világhírű professzor, ő az ő kutatásaiból megállapította, hogy kétféle embertípus létezik, a rögzült szemléletmódú, aki abban hisz, hogy nem képes a változásra, a fejlődésre, és a fejlődési szemléletmódú ember, aki még a nehézségekben is megtalálja azokat a pontokat, hogy hogyan képes ő fejlődni ezekben a helyzetekben. Én azt gondolom, hogy én egy ilyen ember vagyok. És egy barátnőm egyébként nagyon egyszerűen ezt úgy szokta megfogalmazni, hogy meg kell fogni a csempét a medence alján. Igen, ha már elestél, akkor legalább vegyél fel a földről valamit. Le kell menni. Igen, és mi nem egy problémamentes életmodellt adunk át a gyerekeknek, hanem pont eszközöket. Egyrészt ugye a boldogságnak két fontos tényezője van, hogy hogyan tudjuk növelni a boldogságszintünket, a másik meg azoknak a technikáknak az elsajátítása, amivel hatékonyan meg tudunk küzdeni az élet kihívásaival. No, ezt köszönjük, hogy elmondtad, és akkor most olvasd fel néhány gondolatot. De tényleg, mert nagyon annyira édesek, hogy... Mit gondolnak a gyerekek? Ugye az volt a kérdés, hogy mit jelent számukra boldogság? Igen. A boldogságóra azért jó, mert megtanulunk egymáshoz szeretettel és tisztelettel fordulni. A segítséget, a megbocsájtást egymásban erősítjük, és ez az egyik kedvencem. vagy van egy ilyen gyermekvisszajelzés, hogy azt szeretem az órában, hogy olyan sok mindent megtudhatok a szeretetről. Szeretem, hogy megnyílunk mindannyian egymás felé, utána sokkal könnyebb minden. Reményt ad nehézségen, és minden szomorúságom után is. De van egy olyan gyermek, aki azt írja, hogy nagyon nehéz családi körülmények között élek, és a boldogságórán tanultakat be tudom vinni a családba is. Tehát, hogy van egy iskola, ahol az egyik kicsi gyermek azt tette ki a boldogságfalra, hogy amióta boldogságóra van, beköltözött a szeretet az osztályba. Tehát, hogy egyszerűen elmondhatatlan azok az élmények, amiket adhatunk a pedagógusokon keresztül a boldogságórákkal. Az idézetekből számomra tudod, mi volt a legfontosabb? Azt nagyjából értem, hogy van egy ilyen boldogságóra. Azt az összes gyerek együtt átéli, ők együtt könnyen boldogok, hiszen ezeket a pozitív inputokat ők mindannyian megkapták, de még gyerek azt írta, hogy haza is tudja vinni. Az a nagyon fontos benne, hogyha otthonra is jut ebből, és a szüleinek valamit át tud adni. Igen, úgy van kidolgozva a program, hogy mindig kapnak olyan feladatokat, amiket a családba tudnak elvinni. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, hogy a család és az iskola, vagy a oktatási nevelési intézménynek valahogy érjen össze a kettő. Hát ugye a gyerek a legtöbb idejét szinte az iskolába tölti. És hát azért ez a mozgalom, a pedagógus, tehát hogy szeretném kiemelni, hogy itt a nagy érdem igazából a pedagógusoké. Tehát például tavaly 1000 intézmény építette be a pedagógiai programjába, idén 30%-kal növekedett ez a szakmai hálózat, közel 1400 intézmény, a Budapesti Kongresszusi Központba tartjuk a címátadó ünnepséget, ott professzor dr. Bagdi Emőke, Mérő László, Oláh Attila, Kozma Vízkeleti Dániel, tehát hogy egyre több szakember áll a program mellé, és ez nagyon fontos nekünk, hogy egyre jobban tudjuk segíteni a pedagógusokat ezen az úton. 7000 pedagógus vesz részt ugye ebben a programban. Hát több mint 7000. Na, vagy több mint 7000. Ők tulajdonképpen mit csinálnak a boldogságórán? Gyakorlatilag van egy 30 órás akreditált képzésünk, ahol fölkészítjük a pedagógusokat, hogy hogyan tartsanak meg egy boldogságórát, hogyan nyúljanak a pozitív pszichológia eszköztárához. Na de hogy? Mert azt mondod, hogy most boldogok leszünk ezen az órán, az minden hónapnak van egy témaköre, tehát például a szeptemberi hónap a hála témakörével indul, ez egy nagyon hálás téma, és nagyon jól elindítja például, amikor egy új osztályközösség, mondjuk elsősökre, vagy ötödikesekre, kilencedikesekre gondolunk, hogy ugye ott össze kell kovácsolni az osztályközösséget, és gyakorlatilag a boldogságóra egyfajta csapatépítő óra is. A legtöbb gyerek arról számol be, hogy neki az az egyik legfontosabb, hogy megoszthatja az érzéseit. Nem az lenne jó, hogy ilyenkor nem összekovácsolják az osztályt, és hanem inkább pont az, hogy kiközösítenek embereket, gyerekeket, mert azzal is felkészítik arra, hogy küzdeni, harcolni kell. Na most ezzel azért nem értek egyet, mert én például az a gyerek voltam, hát akit kiközösítettek, például egy roma kisfiú interjúban. Jó, mindegy. Csak azt hadd mondjam, hogy egy roma kisfiú interjúban azt mesélte el, hogy amióta van boldogságóra, azóta vannak barátai. Mert hogy valahogy a gyerekek azt is megértik, hogy utána kell nyúlni a többiek után, és hogy nem lehetünk egyedül boldogok. Igen. De mit csinál például a pedagógus akkor, amikor ugye nagyon sok gyerektől azt a visszajelzést kapja Bella, hogy boldogság az, amikor például karácsonyra, születésnapomra, ünnepekre, ezt kaptam, azt kaptam. Tehát van egy hónapunk, ami az apró örömökről szól. Ott például megtanulják a gyerekek, hogy nagyon sok olyan apró dolog vesz körbe bennünket, amelyekért, hát például az, hogy van víz, és ihatunk vizet. Tehát, hogy annak a jelentőségét megérteni, hogy mi lenne velünk víz nélkül, az, hogy folyik a csapból a víz, egyáltalán nem... Meg, hogy egymásnak körülünk, de ez olyan, hogy ugye milyen boldog vagyok, amikor meghallom, hogy a Balog Judittal fogok például a műsort vezetni. Igen, tehát, hogy annyi apró öröm van, annyi apró dolog van, ami okot adhat nekünk az örömre. És megérint, és ebben szeretet van. Igen. Tehát nyilván ez ahogy én érintek, abban van szeretet. Ropi, nem az zavarba. Ez felhívás mindenkinek. Hogy nevet, boldogát tettük ezt a pár másodpercet. Még csak nagyon gyorsan, van arra felmérésetek, hogy a gyerekeknek viszont hány százaléka érzi magát, vagy az iskolában boldogtalannak, vagy úgy általában véve? Nem, nekünk erre nincs felmérésünk. Jelenleg a Károlyi Gáspár Gáspár református egyetemmel, meg az ELTE pozitív pszichológia kutatócsoportjával egy longitudinális kutatást végzünk a program hatékonyságával kapcsolatban, de ezeknek az eredményeit most Oláh Attila a Kongresszusi Központban fogja majd ott fog beszámolni róla. Arra is kíváncsiak vagyunk. Arra is, ugye majd beszámolunk arra is. Köszönjük szépen, Bella, hogy itt voltál, elmondtad. Mindenki, minden néző boldog néző legyen. Így van.